Kedves vendégeink! Köszöntjük Önöket a Csonka János emlékfélév 7. előadásán, melynek címe Erőműfejlesztési trendek a világban. Az előadást a folyamatosan növekvő energiaigények által támasztott elvárások iklették. A következő másfél óra az energiatermelés hatékonysága, fenntarthatósága, természetvédelmi és gazdasági követelmények bonyolult metszetéről fog szólni. Előadóként dr. Korényi Zoltán tisztel meg bennünket sok évtizedes szakmai tapasztalatával, tudásával. Pár mondatban bemutatnám Önöknek. Okleveles gépészmérnöki diplomáját hőerőgépész szakon 1972-ben szerezte. Pályafutása a budapesti fűtőerőművállalatnál kezdődött üzemviteli mérnökként. Utána megfordult a budapesti hűtőgépgyár klímatechnikai irodánál tervezőmérnökként. 1974 és 86 között pedig a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi adjunktusaként tevékenykedett. 1986-tól 1990-ig a németországi Deutsche Babcock AG-nél főtervező pozícióban vezette erőművek tervezését és építését. 1990 és 93 között projektmenedzseri munkakörben energetikai létesítmények és vállalatok rehabilitációját tervezte meg az NDK-ban, a Thermo Consulting Heidelberg GmbH-nál. Ezután a Mannheimi közművekhez szerződött, ahol főosztályvezető helyettesként energiaellátási és átszervezési koncepciók és üzleti tervezés mellett szakértői tanácsadással foglalkozott három földrész összesen 15 országában. Mindezt 1998-ig. Majd hazatért Magyarországra, és 2012-ig az E.ON Erőművek Kft.-ben beruházási, valamint erőművi igazgatóként tevékenykedett erőművek, energiaátalakító berendezések létesítésénél, üzemeltetésénél. 2012-től napjainkig a Budapesti Műszaki Egyetem meghívott előadója. A Magyar Mérnöki Kamara mellett számos energetikai szervezetben tevékenykedett. Atomerőművön kívül szinte minden megújuló és nem megújuló erőmű létrehozásában játszott vezető szerepet, az alapoktól a megvalósításig, továbbá több mint 20 országban fordult meg mérnöki munkái során. Számtalan munkája közül kiemelném Kelet- és Nyugat-Németország egyesítésekor Eisenhüttenstadt energetikai újraépítését, a 90-es évek közepén Shanghai új Pudong nevű Budapest méretű városrész energiaellátási koncepciójának létrehozását, 5 magyar erőmű megvalósításánál betöltött vezetői szerepét, München városát távhővel ellátó Észak-Müncheni nagyerőmű fűtervezői munkáját, végül pedig a balkáni háború utáni Szarajevó rehabilitációjáról szóló energetikai infrastruktúra helyreállítási ENSZ projektben betöltött vezető szerepét. Legutóbbiról tisztelettel megkérném, hogy tartson egy rövid ismeretterjesztést előadása megkezdése előtt. Kérem, fogadják nagy érdeklődéssel dr. Korényi Zoltánt. Kedves ifjú kollégák, szép jó estét kívánok mindenkinek. Nagyon köszönöm ezt a meghívást. Most a föltett kérdésre következőt tudom mondani. 1991-ben kezdődött el a balkáni háború. Valószínű, hogy vannak néhányan ennek között, akik nem is éltek még akkor. A balkáni háború 1995. novemberéig tartott, amikor külföldi nyomásra, amerikai nyomásra, ENSZ szervezés alatt Daytonban aláírták a békeszerződést, ahol a három ország, Szerbia, Horvátország és Bosznia vezetői vettek részt, és Amerika részéről azt hiszem, jól emlékszem, hogy Clinton volt az elnök. Tehát ez volt 95. novemberében. Az ország háború után, ha nem is romokban, de nagyon szézirált állapotban volt, és akkor elhatározták, az ENSZ ígésze alatt, hogy valamiféle úgynevezett rehabilitációs programot kell végrehajtani. Amikor Szarajevóról volt szó, Bosznia fővárosáról, amely 450 ezer lakosú volt eredetileg, ugye ott valamikor 1984-ben volt egy tír olimpia is, a háború végére már csak 300 ezeren laktak ott, mert a többiek elmenekültek most. Az ENSZ-nek nem voltak városi közműves szakértői, energetikai szakértői, úgy mint tápfűtés, gáz és villamosenergia. Ezért a mi cégünket kérték föl, hogy végezzük el a háború utáni károknak a felmérését, tegyünk le a világban kasztalára egy olyan javaslatot, amely megmondja, hogy
mik a károk, mennyire kerülünk, és hogyan lehet megcsinálni. Most hát ennek a csapatnak én voltam a vezetője. A háború utáni Szarajevóban a két repülőképpen érkeztünk, egy 28 személyesen, meg egy 6 személyes Cessnával. Én a 6 személyes Cessnán utaztam a kollégáimmal. Körbe egyekben még lőttek, és hát úgy szálltunk le a 6 személyes Cessnával az élen, hogy mi voltunk a háború utáni első polgári repülőgép, amelyik leszállt Szarajevón a repterére. Köbbelvéve homokzsákokkal, amerikai katonákkal, homokzsákok mögött. No, hát izgalmas volt ez az időszak. Végül is kaptunk 3 hetet arra, hogy főmérjük a városban a károkat. Ezt megtettük, óvatosnak kellett lenni, mert akkor Szarajevó még szerb és bosnyák katonai uralom alatt állt. Minden ilyen lőttek a szerbek, az első nap kilőttek egy villamos pont, ami szállodánk előtt. Most hát egy kicsikét izgalmas volt, de végül is sikerült fölmérni. Károkat letettük a Világbank asztalára azt a tervet, amelyik alapján egy nemzetközi tendert írtak ki, és végül egy finn cég végezte el az egésznek a rendbeadatalát. A lényeg az volt, hogy a háború alatt nem volt fűtési lehetőség a városban, mert kivágtak minden fát, már a fél hegyoldat is lepusztították. Az orosz gáz Magyarországon keresztül még ugyanúgy érkezett, és akkor elhatározták, hogy először azokat a kazánokat kell rendbehozni, amelyek olaj és náztüzelésűek, mert olajat be lehet hozni közöttünk is. Nos, hát lényeg az, hogy mi január elején elvégeztük ezt a felmérést. Én magam voltam még Washingtonban, pásztor a Világbankban ezt tető alá hozni, finanszírozás, és így tovább. Szarajevóban november végén már működött az átfűtés. Nos, hát ennyi. Röviden, sok érdekes háborús élményem volt. Igazából ott tanultam meg, hogy amit a tévében, rádióban látunk, hallunk, abszolút semmi köze nincs ahhoz, hogy hogyan zajlik egy ilyen háború. No, ennyi. Ha esetleg egy pohár barnál később mesélek erről sokat. Köszönöm szépen. Nos, hát, hölgyeim és uraim, késő éjszaka, kemény egyetemi elfogadtság után, le a kalappal azok előtt, akik még ott ülnek. Remélem, hogy fogják bírni. Tegyenek egy pohár bort maguk mellé, és hogyha unalmas, akkor kortyintsanak egyet, és akkor ilyen módon megyünk tovább. Nos, akkor úgy gondoltam, hogy amit én itt most 60 percben el szeretnék mondani, az arról fog szólni, amit egy ritkán hallunk a tanulmányaink folyamán és a szakmai közéletben is, nem beszélve a médiáról. Tehát az a előbb elhangzott tapasztalataim után az a véleményem, hogy a mi mérnökfajta szakmánk részvevői úgy nevelkedtek, úgy folyt az oktatás, hogy többnyire a részre koncentrálnak. A tantárgyak vannak, a tantárgy megmutatja egy részt. Tehát ugye én most az energetikai gépek és rendszerek tanszéken oktatok, ott van egy tantárgyam, erőművek tervezése és üzemvitele, ott tartok szakmérnökét, ott van most 5 diploma tervezőm, és hát ugye azt látom, hogy a mi tanszékünknek is több mint 100 tantárgya van. Na most, hogyha elmegyünk az életbe, bárhol a világon, akkor ott hirtelen nyakunkba szakad egy olyan objektum, amely egy egész, az egésznek a kivitelezését, tervezését, hatósági engedélyezését kell elvégezni, tehát együtt kell dolgokat kezelni. Utólag visszagondolva, hogy melyik tantárgyam nem volt szükség, amit tanultam életemben, igazából megállapítható volt, hogy talán nem is volt olyan tantárgy, ami
ebben a hihetetlen komplikált komplexumban, ami a valóságos objektumokat jelenti, de jött volna elő. Nos, hát megpróbálok itt a többnyire nem favorizált egésznek az összefüggéseit fölkárni, akkor lássuk, hogy hogyan is csináljuk. 7 évvel ezelőtt kaptam egy hasonló felkérést az önök elődjeitől, és hát megnéztem azt az előadásomat, hát abból bizony sok mindent már nem lehet felhasználni, pár dolgot azért behoztam, mert a világ nagyon nagyot változott. Tehát egy kis fejlődés történettel kezdem, rögtön mondom, hogy engem érdekel a történelem is. Tanársegéd koromban kezdeményeztem egy technikatörténeti témának a feldolgozását egy volt tanítványommal, nem tudom, látszik-e ez a könyv. Ez egy 550 oldalas könyv, ebben a mi szakmánknak, az áramlás technikának és a hőtechnikának a történetével és nagyjaival foglalkozom. Tehát egy kicsikét be vagyok oltva ebbe az irányba is. Aztán beszélünk arról, hogy a világban hogyan is állunk energiafelhasználásra, milyen erőművek léteznek, a világban melyek a legnagyobb erőművek, és megpróbálok főleg a hazai vizekre koncentrálni, hisz most, mikor kiadták a nemzeti klíma és energiatervet, egészen más világ fog bekövetkezni, amelynek önök alkotó részesei lesznek. No, hát ezek lesznek a témák, a bemutatkozáshoz megtörtént, itt látszanak azok a piros pontok, ahol papírmunkát, meg nem papírmunkát végeztem. A Magyarországon az első szélerő megvalósításának voltam a felelős vezetője, 2000-ben létesült, tehát most már 20 éve működik, 2004-ben a első között építettünk naperőművet, Debrecenben, és hát a pályafutásom utolsó 7 esztendejeit főleg a gönnyi erőműnek a megvalósításával töltöttem. Ebből 2 év a zöldmező biztosítása, 5 év engedélyezés Magyarországon és Szlovákiában, és aztán végül 2,5-3 év az építés. Egy kis technika történet. A mi európai civilizációnkban a történelmünket Jézus Krisztus születéséhez viszonyítjuk, ugye időszámításunk itt kezdődik. Ha szakmánkat vesszük, akkor a szakmánknak az egyik fontos alapja az energia felszabadítása, a tűz. Az emberiség a tüzet már 740 ezer év óta ismeri, legalábbis a mai leletek alapján. Tehát innen vehetjük a mi szakmánknak a gyökereit. Aztán ugye a szél a vitoláshajót követte, majd a hőtechnika kezdődik a Héronnal, a Héronlabdával, ismerős a történet, folytatódik jó pár száz évek később a gőzéppel, James Watt, majd jön a generátor, ugye büszkék vagyunk arra, hogy Jedligányos volt az első, jó lehet Siemens 5 éve később szabadalmaztatta, de Jedligányos első volt, és akkor hát egészen a laptopig meg a mobiltelefonig elmegyünk. Ennyit a történetről. Hát mi most a 2020-as esztendőben vagyunk. Néhány kép arról, hogy hogy nézett ki ez a Héronféle ókori gőzgép, még hasznos munkát nem végezett, csak forgott. Thomas Newcomen csinálta az első haszonérkezetű működőképes atmoszférikus gőzgépet, nem volt benne túlnyomás. Aztán James Watt, azt szoktuk mondani, hogy ő találta fel a gőzgépet, pedig hát nem ő találta fel, ő előtte már sokan készítettek gőzgépet, tehát Newcomen ugye visszakapozva, Thomas Newcomen, aki igazából az első gőzgépet készítette. James Watt inkább a gőzgépnek a intelligens kiviteli formáját fejlesztette ki, tehát ő alkalmazott kondenzátort, kettős működésű dugattyút, szabályozót, ugye a gépészmérnöki karnak a jelvényében is benne van ez a szabályozat, látjuk a két repülőgolyót, és fogaskerékbolygó művet a 18. század végén. A villamos energiáról beszélünk most, villamos energia kezdődött a Otto von Guericke-vel, első gőzelektromos géppel 1660-ban, aztán Franklin Benjamin villamherítőjét tanultak a középiskolában,
Faraday ugye az indukció témájában kezdte, és még sok másban. Jedlik Ányast ugye ne felejtsük el, itt látjuk a dinamóját, amelyik a Kazinczy utcai Műszaki Múzeumban meg is tekinthet. Teslát ugye ismerjük manapság más vonatkozásban, mint annak idején. Teslánál tudni kell, hogy Tesla Edisonnál dolgozott először. Tesla volt az, aki a váltóáramnak nagy jelentőséget tulajdonított, szemben Edisonnal. Edison egyenáramnak volt a híve, majd Tesla elvált tőle, és hát az lett a szerencséje, hogy egy mérnök céghez került, amelyik a tulajdonosa mérnök volt, és hát felfedezte a váltóáramnak a jelentőségét. No, hát ez volt a villamosság, erőművekről is pár szót, világ első erőművét, második Lajos Vajor király alkalmazta a szórakozási célból, majd jött London, ahol Edison készítette el a világ első közvilágítású célú erőművét, ez még egyenáramú volt, ugyanolyan New Yorkban, és hát legyünk büszkék, hogy mi magyarok is élen járunk ezen a vonalon, hisz Temesváron két évvel New York után már az első magyar közcélú erőmű utcai világítással megvalósult. Máté Szalkán pedig négy évvel később, pedig egy vállalkozó alkalmazta. És hát a világ első atomerőművét 1954-ben Okinczba készítették a szovjetek őt megvalósítani. Menjünk akkor most a konkrétumok világába. Kezdem egy olyan ábrával, amelyik azt mutatja, hogy a világ primer energia felhasználására ugye milyen jóslatok vannak. Ahány forrás, annyi rengeteg forrás van, többé-kevésbé abban megegyeznek, hogy a mai létező primer energia struktúra még sokáig meg fog maradni. Ugye sokat beszélünk a megújulókról, a megújulókat a helyén kell kezelni, megvan a szerepük, de azt látni kell, hogy a világ energia felhasználásában növekszik ugyan rendkívül módon, de ha 2050-t veszünk, akkor bizony ott meg fog maradni az olaj, a szén is meg fog maradni, amellett, hogy növekszik a megújuló arány. Nézzük az erőműveket. Kétféle kategóriába osztjuk, két csoportba osztjuk, az első a hagyományos erőművek, hát most csak a legismertebbeket veszem, amelyek Európában elég nagy teljesítményekkel megtalálhatók. A széntüzelésűek, széntüzelésű, gáztüzelésű, atomerőmű, hulladéktüzelésű és tőzeg az északi országokban elég sok van. Mindegyiknek van előnye, hátránya, ezeket aztán nem kell különösebben elmondani, hisz ezeket mind jól ismerjük. A megújuló energiát hasznosító erőműveknél a legrégebbig és a legismertebb a vízi erőmű, a biomassa tüzelés, biogáz tüzelés, geotermikus, naperőmű és szélerőmű. Hát ezek közül a vízi erőmű az, amelyikre gyakorlatilag több száz év óta alig lehet rosszat mondani, minden jót lehet róla mondani. Előny az, hogy olcsó, nincs szennyezőanyag kibocsátás, hátránya az, hogy hát bizony nem mindenhol lehet megcsinálni. A biomassa, majd arról lesz szó, a biomasszáról nekem személy szerint két megközelítési módon van, az első pozitív, a másik pedig nagyon negatív. A előnye, hogy ha úgy dolgozunk vele, mint ahogy az őseink, hogy hulladékot semmisítünk meg vele, akkor dolog rendben van, ha nem, akkor majd meglátjuk. Hátránya, hogy alacsony hatásfokú a villamosenergia a termelés, ami azt jelenti, hogy hát a 30%-ot manapság ritkán haladja meg. A biogáz már jobb ilyen szempontból,
jó hatásfokkal lehet villamos energiát termelni, viszont költséges. A geotermikus Magyarország ugye geotermiában gazdag, olaszok járnak jelen Európában, Magyarország is az élbolyban van. Nálunk az a jellemző, hogy 100 fok alatti hőmérsékleten fordul elő a geotermia. Villamos energiára nálunk gyakorlatilag nem lehet használni geotermiát, hisz ha mondjuk lenne 150 fok Celsius hőmérsékletű termálvíz, akkor abból elő lehetne állítani különböző organikus körfolyamatú kicsi erőművekkel, hát mondjuk 8-10% hatásfokkal a villamos energiát. Naperőműt ismerjük, naponta találkozunk ezzel a témával, szélerőmű szintén. Lényeg az, hogy ingyen van a primér energia, nem kell a primér energiát fizetni. A másik óriási hátránya, hogy ha van szél, akkor van villany, ha nincs szél, akkor nincs. Hasonló módon, ugye most sötét van, tehát most például ugye nem termelnek villamos energiát. Hát ennyit a emlékeztetésképpen arról a keretről, amelyikben mozgunk. Az erőműveknek számunkra egyik legfontosabb jellemzője a hatásfok. A Carnot hatásfokot elég sokat tanultuk termodinamikából, ez az a elmélet hatások, amelyet el tudunk érni. Itt láthatjuk ezen a térképen, hogy a hőmérséklet függvényében hogyan alakul az elmélet hatása. Mely hőmérséklet ez? Ugye az 1-T2/T1, ez a hőközlésnek a hőmérséklete, a Carnot. Ugye a Carnot ez 31 néhány éves korában fedezte fel, mint ifjú tüzértiszt. Ebben a mezőben pirosan látjuk a mátrai erőművet, mátrai erőmű hatásfokkal 500 fok környéki hőmérséklet létezik ott a pizsgős hőmérséklet, hát 30% körül hatásfok, amit itt látunk. A legjobb hatásfok jelenleg a klasszikus erőműveket tekintve kombinációs erőművekből jön ki. Látjuk, hogy az 1400 fok Celsius hőmérsékletnél látható ez a 60% körül hatásfok. Ez ugye a tűztérben lévő elméleti hőmérsékletet jelenti. Ugye a könnyű erőműnél az 1300-1400 környékén van néhány éve. Japánok elkezdtek nagy titokban, talán most is folytatják ezt a kutatást, ahol 1700 fok Celsius hőmérsékletet szeretnének elérni. Hát ennyit tájékozás éppen, hogy ugye legyen hová tenni. 7 évvel ezelőtt bemutattam az önök elődeinek a világ legnagyobb erőműveit. Megnéztem őket, hát bizony néhányan maradtak, de a dobogóra mások is kerültek. A világ legnagyobb vízi erőművek Kínában található. A három szurdokát nevű vízi erőmű. Hát nézzük az utolsó számot. 22.500 megawatt egy erőműnek a teljesítmény. A magyar villamosenergi rendszer maximális teljesítménye tavaly decemberben volt 7.100 megawatt. Hát látjuk a számnak az óriási jellegét, ott láttunk egy kis folyó térképet is. Érdekességként, hogy egy ilyen erőműben, ahol Francis turbinák vannak, szép számmal, hogyan is néz ki egy ilyen Francis turbina? Hát, akik ugye áramlástan tanultak, mindenki tanult áramlástan, az látja azt a közismert formát, hát bizony, hogy egy ember olyan fizikait nyíl a forgó résznél. Világ legjobb szénerőműve, amit 7 évvel ezelőtt mutattam, az a jobb oldali tábla volt, ez az erőmű, tajvani erőmű megvan, most is megvan, de közben lekörözték a kínaiak, mert a kínaiak gyors ütemmel fejlesztettek, és az most már 6700 megawatt környékén van ez az erőmű. Látható. A következő a világ legnagyobb olajtüzelési erőmű. Ennek a funkciója
nem a villanytermelés a fő funkciója, hanem a tengervíznek a sótlanítása, hisz ugye ezen a vidéken probléma a hűtő, a ivóvíznek az ellállítása. Azt a francia cég, Fichtner, a német mérnöki cég, Bechtel pedig a híres amerikai nagy erőműépítő és autópályépítő cég. Világ legnagyobb gáztüzelés erőmű, korábbi cégem az E.ON, ott is beszállt a privatizációba, és megvásárolt régi nagy szovjet erőműveket, és hát ott készítette el a kombinációs erőművet, és ilyen módon összesen 5600 megawattnyi a gáztüzelés erőmű. Világ legnagyobb atomerőművét Japánban találjuk. A kínaiak gőzerővel próbálják előzni őket, kínaiak is egymás után építik az atomerőműveket. Koreában is építenek, tehát Korea és Kína, India vidékén sorba épülnek az ilyen 4-5 ezer megawattos erőművek. A következő a világ legnagyobb naperőműve, de sokáig Kína vezette ezt a sort. Most ebben az esztendőben indiaiak megelőzték Kínát, tehát itt egy 2245 megawattos erőmű van, 57 négyzetkilométeren. Eddig azt láttuk, hogy ezek a nagy erőművek, ezek mind Ázsiában találhatók. Hát hogyha úgy kicsikét belenézünk abba, hogy mi történik a világban, azt tudjuk megalapítani, akár atomerőműveket vesszük, akár szénes erőműveket, akár megújuló energiát hasznosító erőműveket, hát bizony a világ energetikáját, erőműiparát Távol-Keleten végzik, elképzelhetetlen méretekben és teljesítményekben építkeznek. Na, egy kivétel a szélpark, a tengeri szélpark, offshore szélpark, amelyet az Egyesült Államokban építettek meg. 7 évvel ezelőtt egy 1000 megawattos E.ON szélparkot mutattam be a Temze torkolata előtt. Az 1000 megawattos volt, ez most az első lépcsőben 1200 megawattos, és végül majd 6000 megawattra tervezik. Érdekes a biomassa témában, szintén az angolok járnak, Iron Bridge nevű település, ott van egy nagyon szép történelmi híd, onnan kaptuk a nevét, 740 megawatt papellettüzelés erőmű. Ez egy régi szintüzelés erőmű, onnan láthatók ezek a hűtőtornyok, azt alakították át. 7 évvel ezelőtt a lengyelek voltak a világ legnagyobbjai, ők ilyen 200-300 megawatt körüli jó szerényűvel. No, akkor most térjünk arra terepre, amely igazából a szakmai és izgalmas terepe a mai életünknek, és az önök pályafutása elején fog kiteljesedni az, ami már most elindult. Nézzük, hogy mi is ez. De elkészült a Magyar Klíma és Nemzeti Energiaterv, energiastratégia, ez év januárjában adta ki a Innovációs Minisztérium, hát abból vettem ezt a diagramot, itt láthatjuk, hogy hol tartunk most 2020-ban, 2020-ban ugye van atomerőművünk, van még a mátrai szenes erőművünk, vannak földgázos erőműveink, gázturbinák, gázmotorok, van naperőművünk, napról napra változik a kapacitása, most valahol 1700 megawatt környékén tart jelenlegi kapacitás, még kevesebb. Aztán a szélerőművünk is van, hogy 300 megawatt. Hát itt tartunk most, 2030 az első jellegzetes dátum, amit látunk egy csúcsot azért, mert az atomerőmű Paks 1 ugye megvan még, és utána bejön Paks 2, és a PV, a
a naperőműnek a kapacitása óriási mértékben megvan. A következő diagram mutatja a római hatos erő szenárió, amelyik ugye most közszányon forog, hogy milyen lesz az összetétel, ez szerint a stratégia szerint. Itt láthatjuk, hogy atomerőmű régi még megvan 2000 megawatttal, és jön az új Paks 2 2004-jel, földgáz régi közel 2800 megawatttal, földgáz új kombinációs erőműveket terveznek, jelenleg három konkrétan is lehet tudni, és hát óriási kapacitással naperőmű telepítése, 6645 megawattal, és hát van egy nem túl nagy kapacitású biomassa. Tehát ez, amivel most gőzerővel foglalkozik az egész magyar energetikai ipar, minden magyar energetikai cégnél mérnökök, nem mérnökök álltak neki annak, hogy hogyan lehet fölkészülni erre az egészen új világra. Itt láthatók a számok, amiket elmondtam, hogy mihez viszonyítjuk. A rendszer maximális terhelése, említettem, hogy tavaly decemberében 7100 megawatt volt, 2030-ban ezt 7800 wattra kapcsolják. Jelenleg 45 terawatt a villamos energia összes felhasználás, 2030-ban pedig 52 terawatt. Ebben a keretben kell dolgoznunk. Itt egy remélt a számot a diagram mutatja. Lényegében a következő évtizedeknek a kihívását szakmai, innovációs, elméleti, gyakorlati, gyártási, rendszerkezelési, hihetetlen összetett feladatait igazából jól mutatja ez a diagram. Amit látnak ezen a diagramon, azt látjuk, hogy egy naperőmű, ugye hogyan változik, hogy naperőműnek a teljesítménye téli felhős időszakban, nyári felhős időszakban, hát hogyha egy nap erőmre rámegy egy felhő, akkor hirtelen ugye 30%-a mondjuk lecsökken a teljesítménye. A legnagyobb problémák, hogy a rendelkezés állása kiszámíthatatlan, tartalék erőmű kapacitást kell felépíteni, ez pénzbe kerül, beruházási költséget jelent, beépül a rendszernek a költségébe, villamos hálózat üzemeltetését megnehezíti, nagy a hajlagos anyagfelhasználás, hiszen a napenergia energiasűrűsége nagyon alacsony. És hát drága a villamosenergia, amit elő lehet állítani. Hosszú idő óta a piaci árnak a 2-3-szeres szorosát jelenti a napelemből jövő villamos energiának a ára, a költsége. A magyar új metárendszer ezügyben pozitív, mert ugye azt vezette be, hogy pályázatot írnak ki, és aki olcsó áron ajánlott naperőművet, az kapja meg a támogatást, csak lényegesen kevesebbet most már, mint korábban, mert csökkenett az ára, de még mindig támogatás. Hogy látjuk később számszerű is. Na, nézzük, hogy itt hogy működik az a villamosenergia rendszer, amelyiknek a keretein belül nekünk ugye gondolkodnunk kell. A villamosenergia rendszernek van 1, 2, 3, 4, 5, 6 feszültség szintje. A legmagasabb feszültség szint, van nálunk a 750 kV, régi szovjet Albert is megvezették, ez most 400 kV-os, de hát 400 kV a legmagasabb feszültség szint, alatta van a 132 kV-os, korábban 120-nak hívtuk, majd van a 20 kV-os, helyenként még 35, és tehát lejövünk a lakossági szintre. Ugye az jellemzi ezt a rendszert, hogy minden feszültség szinten van energiabetáplálás és van energiaelvétel. A nagy erőművek nagy feszültségen táplálnak, de több száz megawattos erőművek 400 kV-on, 720 kV-on, a kisebb erőművek 132 kV-on táplálnak, de a még kisebbek
például a Kulcsis Jelenő 20 kV-on, és vannak a háztartási méretű kis erőművek, a háztetőn lévő napelemek például, ugye, amelyek a 0,4 kV-on táplálnak be. Tehát ez a betáplálás. Minden feszültség szinten van elvétel, legmagas feszültség szinten, főleg ugye a szomszédos országokban exportálunk, így jellemző nálunk északról jön a határkereszenző villamosenergia, átmegy rajtunk is egy része egy Balkánra. A 130 kV-nál megjelennek már az ipari fogyasztók is, tehát például a Dunai Vasmű ezen a feszültség szinten vásárolja a villamosenergiát. 20 kV-on ipari fogyasztók, települések, és hát a lakosságiban van a legtöbb. Látjuk a csatlakozásoknak a számát is, itt kikerekítve és közelítőleg. Legfelső szinten ennek a mavér teritoriumnak, hálózatnak van durván 200 csatlakozása, aztán növekszik a száma az 500 csatlakozás, majd több mint 20 000 csatlakozás a 20 kV-on, és 7 millió csatlakozás alul. Mi a lényeg ennek a rendszernek? Az a lényege, hogy ha itt minden egyes fogyasztó, képzeljük el, hogy 7 millió fogyasztónak kellene beépítenie saját erőművet, akkor az költségben és meg megawattban is ugye óriási teljesítmény lenne, tehát mondjuk, hogy 70 ezer megawatt lenne. Azért mondom 70 ezer megawattot, mert a hálózati szakemberektől tudom, hogy a fogyasztók, az alsó fogyasztók és a mavírnak a betáplálása között kb. 10%-os egyidejűségi tényező van. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk 7000 megawatt a betáplálási teljesítmény, akkor a csatlakozási teljesítményeknek az összege annak a 10-szerese, 70 ezer megawatt. Hát ezt mutatja ez a szám, hogy mi a jelentősége a hálózatos, a központi energiaellátásnak, tehát föntől a lefele államnak a nagy teljesítmények, egyre alacsonyabb feszültség szintre, és egyre több helyre. Tehát nem kell 70 ezer erőművet építeni, hanem elég ugye néhány tucat erőművet építeni. Nem beszélve arról, hogy a kicsi erőműveknek a fajlagos költsége, most nem a napelemre gondolok, hanem hagyományosokra, magas a fajlagos költsége, hatásfoka rosszabb. Tehát ez volt ennek a koncepciónak az alapja, amit ugye jó régen létrehoztak. Mi történik most? Most az történik, hogy a kisméretű erőművekkel ez a központi energiállátás átmegy decentrális, elosztott rendszerűbe, amikor ugye minden háztetőn megjelenik egy-egy naperőmű, akkor az történik, hogy a magas feszültség szinten lévő erőművekre csak részben van szükség. Mert egy részét az energiatáplálásnak itt végezzük el. Most ez műszakilag is jelent majd problémát, már most jelent problémát, később aztán egyre többet fog jelenteni, ahogy elkezd tömegesedni ennek az elterjesztése. Miért jelent ez gondolat? Gondoljuk meg, hogy egy utcában minden nap, minden háztetőn van napelem. Az utcában viszont alig-alig van fogyasztás. Ugye eddig az utca elején mondjuk volt egy transformátor, onnan a feszültség az utca vége felé esett, most ez fordítva van, mert visszafelé fog áramolni a villamos energia, hiszen nincs fogyasztó az utcában. Viszont van termelés. Mit jelent? Azt jelenti, hogy a transformátoron fölfelé is fog áramolni a villamos energia, mert a környék 0,4 kV-os szintjén nincs annyi fogyasztó, viszont csak a napelem, tehát a fölösleges energiát a transformátoron fordítva küldi vissza a rendszer, és jön magasabb szinten, sőt, ugye magát tudok arról, még a 132 kV-ra is ugye eljött időnként. Nos, hát ez az a rendkívül összetett és problematikus rész jelenleg, aminek még nincs meg a kiforrott technológiája, amelynek a megoldásán gőzölővel dolgoznak. Itt szövegben is összefoglaltam ennek a jelenségnek a lényegét. Tehát ha önök közül valaki TDK munkát szeretne végezni, például ezt ajánlom jó szívvel, főleg a villamos mérnöki karon van az illető,
hogy ennek az elméleti részeit is próbálja meg kidolgozni, akár egy TTK, vagy később diplomater formájában. Mi a lényeg? Az a lényeg, hogy egy eddig kialakult, hosszú időn keresztül összehangoltan, nagy tudással felépített komplex, központosított rendszer átalakul egy decentrális rendszer. Ez egy paradigmaváltás. Egy paradigmaváltás, ugye manapság van pár száz megawattos erőmű, amelyről a MAVI nem is tud, mert úgy nem tud, hogy nincs benne a szabályozási körében, és nincs megmérve. Ugye a MAVI az input és az output pottokat méri, és ilyen módon tud frekvenciát szabályozni. Tehát ez is a problémák egészítő. Tehát az időjárás függő erőművek azt jelentik, hogy hol többlet, hol hiány van. Egy további probléma, hogy a nagyméretű generátoroknak a tehetetlensége a mikroszintű frekvencia ingadozásokat ki tudják kompenzálni, egy ilyen puffert jelentenek. Ez most eltűnik, ha nagy erőművek eltűnnek, nagy generátorok eltűnnek, akkor ugye a nagy frekvenciájú változások az időjárásnak a függvényében ugye bekerülnek a frekvencia változásba is. Ez is egy szakmai kérdés, hogy figyelmet ezeket megoldani. Most hát új megoldásokra van szükségek, hálózatfejlesztésre van szükség, rugalmas erőművekre van szükség, rugalmas és okos megoldásokat kell a fogyasztóknál találni, és a DSO-knál, tehát a Distributed System Operator, vagyis az elosztói hálózatokról van szó, a régi ASOK-ról. Rögtön látjuk, hogy az önök következő éveiben ezekből rengeteg feladat lesz. Hát ennyit arról, hogy ez az egész rendszer milyen változások előtt áll, és ebben a paradigma változásban most nézzük meg, hogy az erőművekről miket tudunk mondani. Az erőművekhez annyit szeretnék elmondani, hogy még az egyetemi oktatásban is, meg a szakmai közéletben is nem foglalkozunk teljes körben az erőművekkel szemben támasztott követelményekkel, azok hatásaival, azoknak bizony nem csak műszaki vonatkozásuk van, hanem élethalált jelentő gazdasági hatásuk van, nem beszélve utóbbi időszakban szóval jövő egyre komolyabb ökológiai és humán hatásokról. Melyek azok a tulajdonságok, amelyek rendkívül fontosak az erőmű tervezők, erőmű üzemeltetők, tanulmányírók, és így tovább számára. A rendelkezés állása a legfontosabb. Ha az erőmű bármilyen jó hatásokú lehet, ha nem indítható, akkor nem ér semmit. Hatások ugye egy közismert jellemző, ezzel nem kell különösen foglalkozni. Rugalmasság, az időjárás függő erőművek, naperőművek, szélerőművek óriási rugalmasságot követelnek meg az erőművekről, később majd erről részletesebben is beszélnek. Gazdasági követelmények, a primer energiára. Most elmondom, hogy amikor elkészítették a gényi erőművet 2011-ben, talán egy-két éven belül a gáznak az ára fölment a csúcsokra. 30 euró per megawatt óra fölött volt a gáz ár, tehát ez olyan gáz, olyan magas gáz ára volt, hogy ezen az áron nem lehetett a villamos energiát termelni úgy, hogy a kereskedők meg is vásárolják. Hát ez annyira éles volt ez a helyzet, hogy sorra álltak le a kombinált ciklusú egyébként nagyon jó hatásfokú erőművek, Gönyőnek is majdnem ez lett a sorsa, ügyes volt az erőműnek a igazgatója, hogy sikerült a tulajdonosoknál elérni, hogy ne álljon le, mint például Szlovákiában lévő hasonló erőmű. De leállt a Debreceni erőmű, Nyíregyházi erőmű, kombinációs erőműnek, még most is állnak egyesek. Tehát a gáz ára rendkívül. Jelenleg óriási előnye van a kombinációs erőműveknek, mert a gáz ára, ugye említettem, hogy korábban 30 euró per megawatt óra körül volt, most meg 10-15 környékén. Széndioxid ára. Tehát a széndioxid ára a Mátrai erőműnek kiütő tétel volt, hisz hogy a széndioxid ára fölment 25 euró per megawatt órára, gyakorlatilag a széndioxid
költség ugyanakkor a villamos energia árában, mint magának a szénnek a költsége. Beruházási költség nem mindegy, hogy mennyibe kerül, nem mindegy, hogy mennyi idő alatt valósul meg. Ugye egy atomerőmű 10-15 év, egy szélerőművet, vagy egy naperőművet, egy napparkot ugye meg lehet 2 év alatt valósítani. Nem mindegy az üzemviteli költség, és hát a versenyképesség ugye eldöntő. Én az én hallgatóimmal minden órát úgy kezdünk, hogy megnézzük a nemzetközi tőzsdét, és mindenkinek van egy saját erőműve, és az óra elején egy negyed óra eldönti, hogy indul-e másnak, vagy nem indul a saját erőművével a piacra. Mert ha nem indul, akkor nem keres vele pénzt, és akkor nincs megtérülés. Ökológia. Nem olyan szoktunk beszélni a területigényről, hogy melyik erőműre, mekkora területet kell kivonni a felületből. Természet károsítás, ugye ismerjük, nyersanyagigényről szintén nem szoktunk beszélni, erről majd külön kitérünk. Újrahasznosíthatóság egy rendkívül fontos kérdés, és nem megoldott kérdés a jelenleg a megújulóknak. Egészségkárosítás, erős lesz szó. Az országoknak a törvényei az energiaellátáshoz 3 kritériumot szoktak rendelni. Az ellátásbiztonság, versenyképesség, szociálisan ide tartozik a megfizethetőség is, és a fenntarthatóság. Én személy szerint 4. is mindig hozzáteszek, mert nem mindegy, hogy ez a kritérium úgy teljesül-e, hogy hozzájárul ahhoz, hogy munkájunk van, hogy pénzt tudunk keresni, hogy a családunkat el tudjuk tartani, hogy adót tudunk fizetni. Ugye teljesen világos, hogyha a befektető külföldre jön, akkor a megtérülés is külföldre megy. Ha a befektető ugye hazai tulajdonú, önkormányzati tulajdonú, vagy állami tulajdonú, vagy magántulajdonú, akkor a megtérülés is az országban marad. Egy táblázat található, amelyben felsoroltam azt a 14 tételt, amit az előző oldalon láthatunk. Tehát a műszaki tételeket, a gazdasági tételeket és a ökológiai tételeket. Nem megyünk végig rajta, mert nincs rá idő, de itt néhány kiugróan fontos jellemzőt bejelöltem itt zölddel és pirossal. A zöld szín azt jelenti, hogy miben kiváló, a piros azt jelenti, hogy miben rossz. Tehát atomerőmű zöld szín kiváló a rendelkezés állásra, hisz egy évben több mint 90%-ot megy, használási óraszáma 8760 órából 8100 környékén van. Kombinációs szintén rendelkezésre. Naperőmű, hát nyilvánvaló, hogy most sem működik, hisz most sötét van, és nincs nap. A hatásfoknál 60% fölött hatásfokok van kombinációsnál kiváló tulajdonság. A rugalmasság, majd erről is beszélek, az is kiváló a kombinációs erőműnél. Megnő a jelentősége mostanában, amikor növekszik a írójárás ügyű erőműveknek a jelenléte a rendszerben. A primér energia kockázat, ugye a régi erőműveknél, hogyha drága a primér energia, akkor nincs esélye a további élésre, hát ezért fontos. Az atomerőműnél a primér energia kockázat alacsony, hisz a nukleáris anyagoknak az ára alacsony a többihez képest, és a hozzáférés szempontjában mindig gondoskodnak arról, hogy több országban is vele esett szerezni, nem beszél arról, hogy mindig egy olyan erőművel több évre szóló tartalék található. A kombinációsnál az előbb említettem, hogy milyen veszélyes, maga a gőnyerőmű is veszélybe került 2012-13 környékén. A naperőműnél nincs kockázat, hisz a napot elég biztosnak vesszük, semmiféle kockázat nem jelenti. A CO2 költségben atomerőműnél ugye nagy az előny, naperőműnél szintén nagy az előny. Megvalósítási idő atomerőműnél piros, hisz elég sok idő kell ahhoz, hogy megvalósuljon, naperőműnél ugye pozitív. Versenyképesség az Európai megawatt óráról beszéltem már, majd fogok mutatni diagramokat, atomerőmű kedvező helyzetben van. A megújulók nem versenyképesek jelenleg, mert ugye a versenypiacból leválasztották a megújuló piacot, és megújuló energia hasznosító erőművek jelenleg
van még egy nyersanyagigény, amire nem szoktunk beszélni, hogy mennyi acél, beton, stb. És egyéb ritka földfém kell az egyes technológiákhoz, hát bizony naperőmű, nem tudjuk, sokan nem tudják, de nem ártól jó. Nézzük tovább. Ugye itt láthatjuk a pontokat, most egyenként a legfontosabbakat célba veszem. A lemelkedés állás idő, a diagramit mutatja, kapacitás kihasználásnak is nevezzük, tehát látjuk, hogy a, ilyen szempontból az atomerőmű a legkedvező, és a naperőmű a legkedvező, a többiek a kettő között vannak. Hatásfokot vesszük, ez a diagram a hatásfok találata viszintes tengelyen és a teljesítmények függőleges tengelyen, tehát itt látjuk, hogy a legmagasabb hatásfokú a kombinációs erőműeknél van, a tűzanyag cellák is igyekeznek. És hát a legalacsonyabb hatásfok pedig az OEC, tehát az organikus kőfolyamatoknál található, és a mikrogázszolgálat is ebben tartoznak. A energia megtérülési tényező, amikor ökológiáról beszélünk, a life cycle assessment, aki life cycle assessment-tel foglalkozik, találkozik ezzel, itt egyik olyan fogalom, vizsgáljuk, hogy a különböző technológiáknál hogyan áll arányban az egész életciklus alatt megtermelt energia és az egész életciklus alatt elfogyasztott villamos energia. Hogy kell ezt érteni? Hogy kell érteni? Ahhoz, hogy erőművet építsünk, ahhoz kell acélt. Az acélt kóba leolvasztják, kóhoz kell kós alak, szén, vasérszet valahonnan ki kell bányászni. Tehát összesítik az ökológiai szakemberek azt az összes energiát, amelyet a bányanyitástól, a bányászaton, a kóhon, a szállításon, a gyártáson, kipítésen keresztül, az erőmű üzeme alatti leállások, karbantartások, majd a ártalmatlanítás is beleértve szükséges, hogy hogyan is áll az erőmű az általa megtermelt energiát alapúvére, ahhoz képest, hogy a önmaga létéhez mennyit kell magának felhasználnia a teljes életciklusban. Hát nagyon érdekes számokat látunk itt, hogy azt látjuk, hogy az atomerőmű 70-szer termeli vissza, adja nekünk fogyasztásra az általa elhasznált energiát. Következő a vízi erőmű, utána a hagyományos barnaszén kombinációs erőmű, és hát sajna a széltorony már ugye kisebb, és hát ilyen szempontból a nap erőmű a legkedvezőtlenebb. Ez német adatokból jön, itt tető napelemet láttunk. Egy diagram mutatja azt, hogy a piros mutatja, ha energiatárolást is ilyen veszünk, és energiatárolás nélkül. Energiatárolás nem olcsó dolog, és előállítása energiigényes, tehát látjuk, hogy az energiatárolás bevezetése ezeket a számokat nagyon le tudja kérdezni. Rugalmasság. Mit jelent a rugalmasság? A rugalmasság azt jelenti, hogy az időjárás függő erőműveknek a teljesítménye cikázik fölös le, ahhoz, hogy a magét tudja tartani a frekvenciát, az 50 Hz-et, ahhoz ugye a betáplálásnak a változékonyságát valahogy kompenzálni kell. Hát nyilvánvaló, hogy jelenleg a fogyasztók még ezt nem tudja, tehát kellenek olyan erőművek, amelyek ezt elvégzik, ehhez viszont rugalmas erőműnek kellene. Rugalmasságot indítási sebességgel, leállási sebességgel és terelés változtatási sebességgel szoktuk jellemezni. Hát üzembe kell helyezni, akkor nem mindegy, hogy milyen gyorsan. Ott a merő milyen szempontból lassú, 1 megawatt per perc környékén van. És a többi hagyományosak is, ha indítás veszünk. A legérdekesebb a terelés változtatási sebesség, mert itt vannak nagy eltérések. Ugye az atomerőmű 1 megawatt per perc, szennes erőmű és hasonló kategória. Kombinációsúak kiemelkednek. Egyezem, hogy a Siemensnek van már olyan új kombinációs erőműve, amelyre azt mondják, hogy 80 megawatt per percet is tud. Nagyon érdekes a gázmotoros virtuális erőmű. Szabadalmaztatták Magyarországon a virtuális erőműnek az elvét. Ennek az a lényege, hogy ha egy gázmotor 1 megawatt per perccel tud indulni, vagy terelés változtatni, hogyha a gázmotorok számát megnöveljük, tehát mondjuk 50 darabot, egy cég felvásárol 50 darab gázmotort,
akkor ő egy számítógépen keresztül 50 megawatt per percet tud elérni, óriási előny és jó pénzkereseti lehetőség a Navinnak. És a legjobb a szivattyús tározó, mert ugye az 2-3000 megawatt per percet tud, de nálunk ez sajnos nem aktuális jelenleg. Megoldási költség. Hát nem megyek végig, itt látjuk, hogy amikor költséget kalkulálunk, akkor különböző típusú erőműveknél milyen megoldási költséget lehet számolni. Európer kilovatban szoktam ezt mondani. Legjobb, hogyha a megawattra vonatkoztatjuk, mert akkor ebből kijön, hogy durván 5 millió euró kell egy megawattnyi atomerőműhöz, és mondjuk durván 1 millió euró kell egy megawattnyi szélerőműhöz, amelynek az ára csökken. Versenyképes villamos energiát. Hogyha az előző számokkal elvégzünk egy modell számítást, ezek a saját számításaim, így nyilvánvaló, hogy ez csak orientáló jellegű, mert minden az input adatoktól függ, de úgy nagyjából a 2019-es adatokat figyelembe véve az erőműveknek a költségei euró per megawatt órában, ez szerint a diagram sor szerint tekinthető, mondjuk úgy, hogy közel mérvadónak. Ugyanakkor látjuk, hogy ha megnézzük a tőzsdei árakat, akkor a tőzsdei árak itt ebben a zónában, a piaci ár 2020-ban, hát olyan 40-50 euró megawatt körül mozognak. Ha tudok a piacra vinni ilyen áron villamos energiát, akkor mehet az erőművem, ha meg nem, akkor ilyen halok, mert nem versenyképes, és a kereskedő nem viszi el az erőművemnek a villamos energiát. A diagramnak van két része. Az alsó része a változó költség, a felső része az állandó költség. Amikor a piacra lépek, akkor ez az úgynevezett short run marginal cost, ez azt jelenti, ha a piacra lépek, akkor csak úgy tudom megtenni, hogyha a holnapi piacon én visszakapom a tüzelanyagnak az árát, meg a CO2-nek a költségét. Ez a változó költség. Ha nem kapom vissza, akkor el sem indítom az erőmet, hát veszteséget nem akarok tenni. Látjuk, hogy a Máté erőmű miért van gondban, hisz a CO2 árától függ a sorsa, ugye vagy veszteséges, vagy éppen működik, utóbbi időben ugye gondja jól. Voltam erőműnek, nincsen probléma ilyen szempont, mert a változó költség alacsony. Kombinált ciklus a gázáratól függően most éppen tud menni. A biomassa árától függ, hogy honnan szerezve milyen a biomassa árat, ugye neki is egyszerű helyzete. A szélerőműnél meg a naperőműnél semmiféle gond nincsen, mert nincs a változó költsége, tehát ez a nagy előnye. Nézzük meg a következő szempontot, a tizedik szempont, a természetfogyasztás. Ugye miről van szó? Földünk egy gömb, gömbnek van két fogata, diakövenszer típel 6, beszorozunk a földnek a sűrűségével, ezen élünk, ebből élünk, ennek az anyagi forrásaiból az acélt innen veszük, az alumíniumot innen veszük, a biomasszát innen veszük, a levegőt mindent innen veszünk, tehát mi ezt fogyasztjuk, természetfogyasztók. Tizedik szempont bemutatja a területfelhasználást. Ha erőművet építünk, akkor egy megawatthoz kell bizonyos nézetmérte. Hát itt láthatók azok a számok, amelyek zömmel az én múltbeli tapasztalatomból származnak, de nemzetközi adatokkal is egyébként. Kombinációs erőműhöz kell, egy megawatthoz kell 150 nézetmérte. Egy naperőműhöz kell 10.000 nézetméter. Megnéztem néhány magyar naperőművet, van amelyik már kevesebb, van amelyik több. Ennyi kell, ennyit veszünk ki. Ha ezt a mezőgazdasági területből veszük ki, az bizony nem jó. Ha használhatatlanból veszük ki, hegyes vidéken, akkor más a helyzet. Csak hasonló módon. Egy rendkívül érdekes szám a következő oszlop. Én beszéltem a life cycle assessmentről, tehát arról, hogy ne csak az erőművet veszünk, hanem azt a folyamatot, amely eljutatja az erőművet a létezéséig. Tehát a bányanyítástól egészen a lebontásig. Ma ilyen tekintetben rendkívül érdekesek a számok. Hát látjuk, hogy sokszorosa a természetnek az elrablása ahhoz képest, mint amennyi a kerítésen belüli terület. Hát látjuk, hogy ide a szélpark nem ekkora, naperőműnél olyan nagy, hogy nem is kitett kérdőjel, mert nem nagyon vannak adatok, hogy mennyi, csak becsült számok,
A biomassánál meg elképesztő nagy, hogy miért, vagy mindjárt fogjuk látni. Na, itt a biomassa. Megkérdezném, hogy a biomassának a villamosenergia hatásfoka mekkora, akkor ugye legtöbben azt mondanák, mint ami ide van írva, a biomassa tüzelésű gőzerőműnek a hatásfoka 20-30% környékén van. Ugye minden attól függ, hogy hogyan definiáljuk az alapokat. Ha a biomassa erőműből kijövő villamosenergiát úgy fogjuk fel, hogy az napenergia forrásból adódik, akkor egészen más a helyzet. Mert mi történik a valóságban? Azt történik a valóságban, hogy 100% napenergiát, napenergia érkezik a növényekhez, a növények fotoszintézis formájában termelnek anyagot, ennek a fotoszintézisnek az anyagtermelési energetikai hatásokkal 0,64%. Ezt visszük be szárazanyag formájába, peret, vagy szalma, vagy faforgács, visszük be az erőműbe, még 30%-kal készít nekünk villamos energiát. Most, hogyha a napenergiára vonatkozik a biomasszát, akkor a villamos energia hatásfoka ilyen definícióval a biomasszának kevesebb, mint 0,2%. Még egyszer mondom, kevesebb, 0,2%. Mit üzen ez nekünk? Nem mint mérnököknek, mert meg fogjuk tervezni ezt az erőművet, hanem mint társadalmi lénynek, mint ökológiáért felelős lénynek azt üzenni, na, azért ilyet nem szabad csinálni, azért termesztünk növényeket. Azért foglalunk el sok hektárt különböző energia növények formájában, hogy a húszt, a földnek a tápanyagát kimerítsük, arra, hogy 0,2% hatásfokkal villamos energiát termeljünk. Tehát higgyünk az elődeinknek, a régi öregeinknek, akik ugye hulladékot tüzeltek el. Ha a biomassa erőmű hulladékot tüzel el, akkor igen, de egyébként az én állásfoglalásom szerint nem. Károsanyag kibocsátás, itt is látjuk, mégpedig life cycle szempontból, tehát teljes életciklusra vonatkoztatva, a folyami vízi erőmű a legjobb, napelemek ugye nem túl jók, láthatjuk az NOx-nek, a kén-dioxidnak és a szén-dioxidnak a kibocsátását. Hát egyértelmű, hogy a hagyományos erőműveknek nagyobb kibocsátása, ez is egyértelmű atomerőmű kedvező. Ami viszont nagyon furcsa, hogy a napelemnek a mind az NOx, mind a kén-dioxid, mind a CO2 kibocsátása, hát ugye lényegesen alacsonyabb, mint a foszilisoknak, de igenis van neki. Van neki, éppen az életciklusba adódik, viszont anyagait a kevés energiához előfelállít. Hogy mennyit, itt láthatjunk egy német kutatási eredményt, ami bemutatja, hogy 1 megawattnyi erőmű teljesítményhez hány tonna beton kell, hány tonna acél kell, hány tonna alumínium kell, hány tonna rész kell. Na most ez ugye a tonnát egyszer építjük be, de utána az erőműveket használjuk 10, 20, 30, 40, 60 évig. Ha megnézzük, hogy mennyit működnek az erőművek, tehát egy szép part mondjuk naperőmű mondjuk 30 esztendőt, egy atomerőmű 60 esztendőt, vagy a vízi erőmű 60 esztendőt, akkor ők ez alatt villamos energiát termelnek, és pedig megawattórát termelnek. Ha erre a megawattórára vonatkoztatjuk, hogy egyszer beépített betonpacérkész vezet, akkor bizony itt nagyon érdekes számok jönnek ki. Hát egyszerűbb ebből a komplikált táblázatból bemutatni ezt a táblázatot, amely a relatív anyagfelhasználást mutatja be. Mégpedig, ha az atomerőműnek az anyagfelhasználását egynek vesszük, ehhez képest mennyi beton, mennyi acél, mennyi alumínium és mennyi rész szükséges. Hát nagyon érdekes, hogy egy szélpark megvalósításához, még egyszer mondom, életciklusa alatt termelt kilovattórára vonatkoztatva 21-szer több beton kell, mint egy atomerőmű. Én magam sem gondoltam volna addig, amíg mindegy utána nem jártam. Acélnál. Acél esetén a szélparknál 25-szer annyi acél kell. Ez igaz, mert ellenőriztem a saját magam által megvalósított erőművel is. Naperőműnél 3,4
Tegnap hallottam egy előadást, a felsőzsolcai naperőműről, 20 megawattos naperőműről van szó, több mint 1000 tonna acélt szállítottak le az alemányokhoz. Nem 3,4, hanem 6 ez a szám. Tehát azt jelenti, hogy atomerőműhöz képest relatíve többszörös acélt kell egy naperőműhöz. Hihetetlen érdekes. Ha nem beszélve az alumíniumról és a részről, egy naperőműnél, ha szakembereket hallgatunk, akkor elmondják, hogy hány kilométer részkábelt építenek be. Ilyen módon ugye érthető, hogy a naperőműhöz relatív részfelhasználás óriás. Most ugye ez honnan van? Hát a Földünkből van. Hát ez is, ez nem az ökológia része? Hát a Földünk az ökológia része, mert anyag nélkül ugye nem tudunk megélni. A németek materiál feszennek, anyagzabálóknak mondják ezeket a technológiát. 11. szempont az emberi egészség. Nem nagyon hallom ezt a témát Magyarországon emlegetni. Ez az elvesztett évekről szól, mégpedig ez azt mondja, hogy 1 terawattóra villamos energia elfogyasztásához hány emberi évet veszítünk el. Ez technológia függő, azzal függ össze, hogy ugye az éles ciklus alatt mennyi a kibocsátott anyagunk. Tehát még egyszer mondom, nem csak üzemidő alatt, hanem a teljes életciklus alatt, a bányától egészen a lebontásig. Mit látunk itt? Hát evidens, hogy a széntüzelési erőművek károsak, ugye látjuk az erőmű kibocsátásokat, és látjuk azt a részt is, amely az erőmű üzemén kívül az erőmű életét megelőző szakaszban a bányától számít, és erőmű állítása után is számít. Tehát a kettő együtt látható. Van a szén kombinációkusnál ugye hatások miatt mindegyesen kedvező, az atomerőműnél is kedvező, mert ugye sokat megy 60 év alatt, és kibocsátásai is lényegében nincsenek. A falpíték tüzelés nem jó, nagyon nem jó ilyen szempontból. Ugye sokat hallunk a háztartási kazánokról, háztartási biomassza kazánokról. Napelem érdekes, hogy egészen hosszú ez az oroszlop, hát bizony az előélete sok anyagot igényel. Szélelőműnél kedvező, mert a kihasználása jobb, kétfajta szélelőműt látunk, és a folyami vízi erőm is kedvező, mert mindig megy és hosszú éveken keresztül. Hát ezek az emberi élet évek, years of life lost, jól megy az illanomban. Hát látjuk, hogy eléggé komplikált és sokrétű ez a témakör. Most akkor hogyan is lehet itt tájékozódni? Itt a sok 14 pont között, nem is soroltam fel minden. Hát belátom, hogy elég nehéz tájékozódni, ezért szeretnék tájékozódáshoz néhány szempontot mondani. A legfontosabb az, hogyha valaki egyik vagy másik technológia mellett érvel, akkor első dolgunk, kérjük számon a számokat. A másik dolgunk, hogy kérdezzék meg tőle, hogy ő most minek az érdekét képviseli. Kérem szépen, az érvelők között vannak olyanok, akik fogyasztók, ezek ugye mi vagyunk, vannak a berendezésgyártók, vannak a befektetők, energiaszolgáltatók és a finanszírozó bankok, akkor van az országunk, ahol nekünk élnünk kell, vagy nekünk adót kell fizetnünk, és az adóból pedig hogy az oktatást, szociális kiadásokat, stb. Fizetni kell, és van a Földünk. Tehát ki mit képvisel? Ugye én most a 14 pontban mind a három érdekkel szerint elmondtam, csak ugye mondok egy példát. Hát ha valaki fogyasztó, és a villamos energia ára mondjuk a megújuló miatt háromszor annyi, ez a helyzet jelenleg Németországban, a fogyasztóra bíznák a kérdés megválaszolását, akkor azt mondta, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérek. Hiába megújuló, hiába így meg úgy meg amúgy, hiába nekem a föld így meg úgy meg amúgy. Nem kérem, mert nem akarok háromszorosát kifizetni. Tehát mások fogyasztónak az érdekében. Berendezésgyártó addig nem gyártott ilyet, meg a befektető se csinált ilyet, amíg a nemzetközi szabályok, a nemzetközi és országok politikája támogatottá nem tette. Hát nagyon érdekes, mikor mi megcsináltuk a Deonnál az első szélelőművet,
elmentem engedélyt kérni a tulajdonosokkal Münchenbe. Nekem azt mondták Münchenbe, ez volt 2000-ben, hogy na, ilyenről szó sem lehet. Németországban a nagy energetikai cégek nem építenek szélerőművet. Az egy parasztoknak való játék. A farmoknál ventilátorként működik a farmereknek, de ugyan már energetika, ilyen komolytalan dolog, de úgy foglalkozik. Tehát én például úgy kaptam engedélyt a furcsa erőmű létesítésére, hogy az nem energetikai létesítmény, hanem az egy PR létesítmény. Egy PR létesítmény, hogy a cég mutassa a környezetvédelem iránti elkötelezettséget. Most ez csak azt jelenti, hogy a érdekek változnak időre, míg aztán eltelt 10 év, 10-15 év, és ezek a nagy energetikai cégek, amelyek kinevették a napenergiát, meg a szélerőművet, ezek élére álltak az egész. Hát így működik a világ, ezt világosan kell látnunk ahhoz, hogy a magunk gondolkodását tisztán tudjuk alakítani, és utána majd kitől kapjuk a fizetésünket, azt szerint fogunk majd eljárni. Hát ennyi ezekről. Ugye a földünk pedig az olyan, hogy mi lokálisan élünk, tehát nekünk már honlapon meg kell élnünk, mégpedig úgy tudjuk szolgálni a globalizmust, a globális ökológiát, hogyha lokálisan mi kiméljük a mi dolgainkat, tehát nekünk arra kell koncentrálni, hogy mi magunk mennyit szennyezünk, mi magunk engedjük-e, hogy a Duna-Tisza között kiszáradjon, mert nem kap elég vizet, mert a folyóinknak a 97%-a átrohan az országon, és így tovább, rengeteg ilyen kérdés van. Komplexen kell kezelni ezt az én hatányát. Erre tovább mi a jövő? Hát röviden összefoglalva, amiket már eddig elmondtam, a villamosenergia hálózatokban óriási feladatok előtt állunk, és hát önöknek ebben meghatározó szerepe lesz a következő években. Erősíteni kell átviteli hálózatot, mérési, kommunikációs rendszerek fognak épülni, legnagyobb változás a felosztói hálózatokba fog bekövetkezni, rugalmassá kell válniuk, mert különben nem tudják kezelni az időjárási technológiát. Jön az elektromobilitás, töltőhálózatoknál még nem nagyon tudjuk, hogy merre fognak haladni és hogyan. Fogyasztórendszereket az előbbiek miatt ugye okosítani kell, és piaci szinten is új helyzethez új mechanizmusok fognak megjelenni. A erőmű technológiában azt látjuk világszerte, hogy a nukleáris erőművek megmaradnak, korábbi nagy lelkesedés csökken, de megy tovább és építenek. Jelenleg a világban 52 atomerőművet építenek. Foglalkoznak a moduláris, kisméretű atomerőművekről, folyik a fúziós kísérlet. Hát ez a téma a felszínen fog maradni, hogy a CO2 meg az ökológia is erősíti a nukleáris erőművek a sanszát. Kombinációsú az egyetlen, amelyik rugalmasságot tud jelenleg biztosítani, ráadásul jó hatásokkal, Siemens és a japánok és úgy kemény komolyan foglalkozik ezzel. Naperőművek fejlődnek. Jelenleg az egész világnak lényegében csak Kína szállít naperőműveket. Indult a monokristályjal, lett a polikristály, most újra monokristály jön elő, amelyik 20% körül hatások, környékén mozog a korábbi 15-18% körül hatások helyett. Szélerőműveknél kicsit más a helyzet, Kína ott is élen jár, de Kína mellett Európának is van szerepe. Naperőműveknél Európa nem jut rablába, szélerőműveknél viszont Európában Németország, Siemens például spanyol nemzet céget fölvásárolta, Dánia irányáró, és hát a kínaiak mint minden. Energiatárolás jelentkérő új téma, ez is az önöknek a feladata lesz, lesznek már most ebből diplomatervek, vidéki munkák. De amit most lehet tudni, hogy legnagyobb probléma a napi tárolás, de még nagyobb probléma a szezonális tárolás. Ugye a napsütés naponta változik. Ehhez jelenleg azt tudom mondani, hogy két fő technológia létezik.
nagyjából 50-50%-kal a világban egyik a nátriumként technológia, ebben a japánok a nagyok. Ott éppen egy magyar szakember komolyan benne van ebben az üzletben. A másik a közismert lítium-ion, ahol ugye a kobalt jelent a problémát, Belga-Kongó a nagy kobalt lelőhely. Olyan gondokat jelentenek ezek a technológiák, hogy ritka földfémek kerülnek hozzá, és ezek a ritka földfémek nem fordulnak elő Európában. Tehát az európai stratégiai tervezők komolyan vizsgálják ennek a kockázatát. És hát a power to gáz, itt a hidrogén technológia és metán technológia. Mondom azt is, hogy ezekben a témákban a magyar kormány is beindított projekteket, bevonva az NBM-et és az összes komoly magyarországi céget. Tehát én ajánlom, hogy kedves hallgatóim, önöknek, akik az ember BSC kurzuson vannak, hogy figyeljenek oda ezekre a témákra, a műegyetem is benne van ezekben a témákban, és orientálódjanak a jövő felé. Összegezve azt mondom el, hogy a fosszilis technológiák háttérbe szorulnak, de meg fognak maradni még egy jó darabig. Megjelen energia hasznosítása bübörög, megítélésem szerint technológiailag még kora érett, rengeteg dolog még technológiák nem forrad ki, ami azt jelenti, hogy a paradigma váltás ezután következik, mert ezeket a technológiákat ki kell dolgozni, és ezen gőzelővel dolgoznak mindenhol az egész világon. Önök lesznek ennek a paradigma váltásnak a megvalósítói, oktatóként is, meg szenyor szakemberként is, mérnökként is azt tudom önöknek üzenni, tanuljanak, végezzenek konkrét projektmunkát. Kétféle hallgató van. Az egyik a vizsgára készül, meg a kreditpontokat gyűjti be, a másik meg az életre készül. Én mai fejjel azt tanácsolom önöknek, vizsgát le kell tenni, mert hát az olyan, hogy ezt le kell tenni, ki kell pipálni, de ne arra koncentráljanak. Az életre koncentráljanak, figyeljék, hogy a világ merre megy, mik a kihívások, és legyenek reakcióképesek, amikor átlépik a iskolának a küszöbét. Üzenem mindenkinek, hogy ne a média után menjünk, ahol különböző érdekek, nagyon elfogult és egycsíkú véleményeket hangoztatnak. Azért vagyunk mérnökök, hogy természettudományos alapon komplex módon gondolkozzunk, teljes ökológiai, gazdasági és humán összefüggésben gondolkozunk, és meg is kell élnünk, tehát ezért versenyképesen kell, hogy működjön a technológia. És miután lokálisan élünk, miután lokálisan egy családban élünk, lokálisan egy országban élünk, az ország pedig az adóból él, adót pedig valakinek meg kell termelni. Ezért elemér nekünk, hogy ezek az új technológiák, ezekből minél több Magyarországon valósuljon meg. Kutatásban, fejlesztésben, gyártásban nyilvánvaló, hogy nem vagyunk versenyképesek a nagyokkal, de vannak olyan rések, amelybe be lehet hatolni, és én minden konferencián a politikusokat is mindenkit ebben az irányban bátorítok, hisz itt kell nekünk megélnünk. Az pedig csak úgy lehet, hogyha minden nap megtermeljük a hozzáadott értéket, azért pénzt kapunk, és tudunk menni vásárolni a boltból. Nagyon jók a külföldi befektetések, mert sokat tanulunk tőlük, de azért azt sose felejtjük el, ha én befektetek valakinek a kertjébe, akkor én azért fektetek oda be, hogy az én befektetésemnek hát legalább a másfélszerese, de inkább a kétszerese kijöjjön az én jövőm. Nos, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ezt tudom jó szívvel ajánlani. Még egyszer mondom, semmilyen lobby érdek nincs mögöttem. Nyugdíjasként nem lehet más küldetésem, más elkötelezettségem, mint magyar állampolgárnak. Önöknek a jövőjéhez egy icipicit hozzátenni úgy, hogy komplexitásával lássuk a világot, lássuk amennyire tudjuk a teljes igazságot, és akkor utána ki ilyen-olyan érdeke szerint végzi maga dolgát. Köszönöm szépen a figyelmet, jó estét kívánok!
jobb jenést, és ha még marad abból a bizonyos pohár borból, akkor én is megfogom a poharamat, és kosztintok az egészségét. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen dr. Korényi Zoltánnak az előadást. Szeretném jelezni, hogy az előadás anyaga, illetve a róla készült beszámoló hamarosan elérhető lesz honlapunkon a www.est.org oldalon. A következő 5 percben a felmerült kérdésekkel fogunk foglalkozni. Jött néhány kérdés a tanár úrhoz. Az első az az, hogy a szélenergia mennyiben rosszabb a napenergia rendelkezésre állásnál, hogy szóba sem jön a jövőbeli energiamixben. Igen, Magyarországon sokan fájlalják, hogy az energia, a legjobb energiastratégia mostanában bánik, meg a mostani szabályozás is mostanában bánik a szélerőművekkel. Ugye elvileg lehet építeni, de olyan szigorú szabály van, hogy ha jól emlékszem, 12 kilométert kell betartani a legközelebbi lakóhelyhez. Tehát ez a magyarországi helyzet. Ugye én naponta kapom a németországi híreket, és meg kell, hogy mondjam, hogy Németországban is hasonló a probléma, már olyan tekintetben, hogy ott van egy szabály, hogy ott 1 kilométer, és a jelenlegi német szélerőmű befektetők fájlalják, hogy nem tudnak, nagyon nehéz tovább haladni ebben a tekintetben, mert szigorú szabálynak tartják ezt. Viszont a települések, a polgármesterek meg a polgárok meg tiltakoznak a szélerőműek ellen, van, aki a látvány miatt tiltakozik, van, aki a madarak miatt, tehát ez egy összetett feladat. Magyarországon én azt tudom mondani, miután az első 3 magyar szélerőműnek kulcs, és utána 2 mosonszok, mi voltam a felelős megvalósítója, hogy a mi méréseink szerint 6,3 méter per szekundum kulcson is, meg a kisalföldön is a szélsebesség. Ez egy olyan határ, aminél már lehet szélerőművet csinálni, amikor az EON-nál egész Európára kiterjedő stratégiát meghatározták, minden országban elemezték a szélviszonyokat, akkor az EON-nak a stratégiai, akkor én még ugye vezető beosztásban voltam az EON-nál, a Düsseldorfi központ Magyarországot szélenergia hasznosítására nem javasolt országnak sorolta be, és az EON-nál nem is volt ez soha kéne. Hát igen, ez most a helyzet. A következő kérdés az az, hogy az IEA 2020-as World Energy Outlook kiadványa szerint a napenergia a legolcsóbb villamosenergia termelést teszi lehetővé. Mire vonatkozik a tanár úr 2-3-szoros energiapiaci ára ennek fényében? Ez a tavalyira és a tavaly előttire vonatkozik. Tudjuk olyan sebességű a költségcsökkenés, hogy ez változik. Tehát a mindjárt itt van nálam egy papír. Ja, mondok egy számot. A támogatási rendszerben létezik a kátrendszer, most ugye van ugye a metárendszer. A kátrendszerben, ha megnézték tavaly vagy tavaly előtt a energiahivatalnak a honlapját, akkor ott még 34 forint volt a kötelező átvételi ár. 34 forint, 34 fillér. A netárban ez lement 32-re, és miután a metárnak az a lényege, hogy versenyt írnak ki, a verseny azt jelenti, hogy nem a energiahivatal határozza meg az árat, hanem a versenyző befektetők mondják meg, hogy ők milyen áron képesek befektetni, magyarul napelemet telepíteni. Na most, ugye ez 32, ugye ez azt jelenti, hogy ez 94 eurót jelent, tehát ez mondjuk duplája. Ez a tavalyi, igen, azt mondom, a tavalyi metárnál, a tavaly meghirdetett metárnál 32 helyett már 26 volt. Ez 74 euró. Mikor a piacon 40 euróért vesznek meg villanyt, tehát nyilvánvaló, hogy a naperőmű 74 euróját senki sem fogja megvenni, ezért van a támogatás.
No, most a legújabb metal kiírás, amelyik mezőnyírod lett nemrég, energiahatóval most értékelik ki, talán már végeztek is. Most már a legújabb ajánlatok azt mutatják, hogy bekerült a versenypiaci árnak a zónájába. Tehát ezt így kell tekinteni. A két-háromszoros az sokáig érvényes volt, most olyan, mint időben, ez megy lefelé. A egyet azért nem említettem, azt is hozzá kell tennem. A németek vizsgálják az úgynevezett energivendét, az energiafordulatot. A németeknél ez a háromszoros ár, ez azt jelentette, hogy a németek az eddigi energiavende programban 600 milliárd eurót adtak ki többlet támogatásként ezért a technológiát. A hálózatokra költöttek nagyjából 50 milliárd eurót. Hát óriási pénzeket tettek be. Mégis, ugye az utolsó adataimhoz csatlakozva szeretnék elmondani két dolgot. Szeretném elmondani a német módszert és a kínai módszert. Erről nem beszél se a média, se a szakma, hát erről csak szikepkörű pénzügyi körökben szoktam beszélni. Mi a lényeg a németeknek? Ugye most elmondtam, hogy iszonyú pénzeket költöttek a támogatásra. Ezeket a pénzeket ezt honnan gyűjtötték be? Hát a fogyasztó. Tehát a fogyasztó kifizette a háromszoros villamos energia árát. Igen ám, de amikor én megkérdeztem itt kulcson az elmű átadásnak vesgődés közben a német parlamentnek a zöld képviselét, hogy miért csinálják ezt az örültséget, és mondják a német iparnak a versenyképességet nemzetközi piacon. Én azt mondta, uram, nálunk ez nem energetikai kérdés elsősorban, nálunk ez elsősorban gazdasági kérdés. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy mi kiépítünk egy újfajta technológiát. Ugye nálunk ez szélerőről volt szó, és a németek akkor még a napban is jók voltak, amíg a kínaiak be nem elősznek. Hát mi ezt képítjük. Nekünk nem jelent problémát az, hogy ezt a háromszor annyit fizet, mert anyagilag jól állunk, és nem egy nagy tétel általában a fogyasztónak a büdzséjében az energia. De amikor kifizeti háromszor, akkor ez a háromszoros pénz, ez bemarad az országban. Ez a háromszoros pénz, ez oda megy a munkahelyteremtésre. A németeknél jelenleg kb. 250 ezer ember dolgozik a megújulóiparban. Az egész világon 11 millió ember dolgozik a megújulóiparban. Na most, tehát a megújulóipart németek foglalkoztatási célból, gazdasági célból indították be azzal a szándékkal, hogy ha majd ők ezt kifejlesztik otthon, ezt mondta nekem a német képviselő, zöld képviselő, otthon kifejlesztik, akkor utána ők exportálni fognak, és mondja, hogy hát lám, önök is itt német Enercon céget építettek be, tehát önök is ezt csinálják, tehát amikor mi németek exportálunk, akkor a mi munkahelyünket megfizetik azok, akik megvásárolják a külső országokban. Kínaiak ugyanezt teszik, kínaiak 30 év alatt, én Kínában sokat jártam, kínaiak 90-es évek előtt 30 éve mögöttünk voltak. Kínaiak megerőztek bennünket, most már 30 éve előttünk vannak. Az ő taktikájuk az, hogy az országban hozzáadott értéket termelnek, hát persze ellopják, ugye mondják a külföldi technológián, és mindent ők gyártanak, és amit gyártanak, azt ők mindenhová exportálják a világon. Mit jelent? Ennek a lényege az, hogyha valaki exportál, akkor a bevétele külföldre jön. Egy országon belüli pénzállomány nő, az országon belül pénzállományból lehet fejleszteni, lehet szociális kiadásokat adni. Tehát kulcs kérdés, hogy az országhatáron belül, országhatárt vesszük egy határvonalat, azon határon kívül melyik irányban megy a több pénz? Országhatáron kívül áramlik a pénz, vagy kívülről befele áramlik? Németeknél befele áramlik, kínaiaknál befelé áramlik, ez pedig úgy lehetséges, ha az országon belül van munkahely,
van hozzáadott érték, van magas technológia, hát akkor van mit eladni, exportálni külföldre. Tehát valahol gazdaságilag és ország sorsa szempontjából ez a kulcskérdés. Minden más megítélése szerint mögött. Ennyi, köszönöm. Köszönjük szépen. A következő kérdés az lenne, hogy mi a véleménye az európai erőművek folytonos leállításáról, kiöregedéséről, és a jövőkben potenciálisan így fellépő energiahiányról? Rátapintott a lényegre. Európában az elmúlt pillanatnyi adatot nem tudom, de hát úgy durván lehet mondani, hogy az Európában kétszer annyi erőmű volt, vagy még van is beépítve, kapacitást tekintve, mint amennyire szükség van. 1,2 millió megawatt erőmű van beépítve, és az Európának a terhelése, a csúcsigénye az nem éri el a 500 000. Tehát ez volt sokáig a helyzet. Németországban ez úgy néz ki, hogy ott be van építve mondjuk, hogy 120 ezer megawatt a hagyományos technológiából, és az elmúlt néhány évben ennél többet építettek be a naperőműből és a szélerőműből, nagyjából fele-fele arányban. Tehát 120 ezer megawatthoz jött hozzá mondjuk 130-140 ezer megawatt megőrlő energia. Németország csúcsigénye 70-80 ezer megawatt. Tehát ezek az arányok jelenleg. Tehát jelenleg túlkapacitás van. Tehát emiatt van az, hogy jelenleg negatív árak is vannak a piacon. Ezért van, hogy manapság a piac lényegében a változó költséget tedi le. A piac nem képes arra, hogy az állandó költséget lefedje. Mit jelent az állandó költség lefedése? Az államköltség lefedése jelenti a megtérülést. Tehát én most nem fogok erőművet építeni azért, hogy az én befektetésem ne térüljön meg. Hogy az a vas, amit én megvettem és amit kifizettem, az ne térüljön meg. Hát pedig az nem térül meg. Hát Európában jelenleg gyakorlatilag hagyományos erőmű nem épül. Azért nem épül, mert az ökológiai politika ketté vágta a piacot. Korábban szabad piac volt, versenypiac volt, ezt a versenypiaci tortát ketté vágta. A torta egyik része támogatott, a másik része pedig versenyez. Most ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a támogatott, most ha én befektető vagyok, akkor azt mondom, hogy vígan megélek, mert a politika garantálja nekem a támogatott árral az én megtérülésemet. Igen, ám, de hogyha én hagyományos erőmű tulajdonosa vagyok, akkor viszont bajba vagyok, mert nem térül meg az erőművek. Hát Németországon ugye elkezdték az atomerőművek leépítését. A tulajdonosok kézzel-lábbal tiltakoztak ellene, bírósági perek indultak meg, és végül úgy sikerült Németországon az atomerőmű programnak a elindítása, atomerőművek leállítása, hogy az állam óriási pénzeket garantál az erőműves cégeknek, tehát aki ráállítja az atomerőművét, az óriási összeget kap. Miért? Mert a német alkotmány, a német törvények olyanok, hogyha egyszer valaki befektet, akkor annak garantálni kell a megtérülését. Tehát van egy befektetésvédelmi törvény, ez kőkemény törvény, és a német nagy cégek, ugye négy nagy cég van Németországban, az EON az egyik, a Vattenfall és a többiek, ezek mind belementek az állam egy olyan alkuban, hogy igen, lájítják az atomerőművet, tehát az államnak, magyarul az adófizetőnek kőkemény a zsebéveken nyúlnia, hogy ez megtörténhessen. Tehát így működik a gazdaság. Nem tudom, kielégítő-e a válasz. Következő kérdés az lenne, hogy a megújuló energiaforrások terjedése miatt egyre szükségesebb lesz az energiatárolás kérdése. A villamos energiaipar tárolókapacitások 98%-a szivattyús tározós erőmű a világban. Magyarországon van-e esély, hogy ilyen kapacitás épüljön, mikorra válhat egy ilyen beruházás politikai, gazdaságossági szempontból reálissá?
Egyéb megoldások, mint elektrokémiai akkumulátorok, sűrített levegős tárolás, főtárolás, kilátásai milyenek, ezek mikorra válhatnak gazdaságossá, ipari hasznosításban elterjedté? Nagyon jó, és nagyon aktuális a kérdés. Tegnap volt egy konferencia, amelyen egy olyan ember tartott előadást a vízitárolásról, a szivattyús tárolásról, hát, aki több évtizedet foglalkozott ezzel. Hát a szivattyús tárolásnál a következő helyzet. A témát Kárpát-medence szintén szokták vizsgálni, mert ugye ott vannak ideális tárolóhelyek, ahol hegyek vannak. Hát ilyen Ausztria, ilyen Svájc, még Németországban is van ilyen. Most ugye nálunk hegyek vannak, ugye fönt Esztergom környékén, Mátra, Zemplén, és aztán országhatáron kívül, tehát a régi trianoni Magyarországot veszük, akkor 20-valahány olyan hely van, ahol lehetne erőművet építeni. Ugye, miután Európai Unióban vagyunk itt a szomszéd országokkal, ezt üzletileg, jogilag is ugye meg lehetne oldani. Csak a helyzet az, hogy a környezetvédelmi mozgalmak olyan erősekké váltak, hogy nagyon nehéz ilyen nagyszabású, hegyeket megmozgató, közeteket robbantó projekteket megcsinálni. Egyébként ki van számítva, a gazdaságossága is megvan. Nagyon jó lenne, és Magyarországon lehetne ilyet csinálni. Itt fönt Visegrád környékén, Szentendre környékén lehetne csinálni. És jelenlegi adatok szerint Zemplénben is lehetne ilyet csinálni. Tehát nagyjából három körzet van, ahol erre megvannak az adottságok. Magyarországon van egy nagyon érzékeny, politikailag érzékeny téma, ez pedig a Bős-Nagymaros. A Bős-Nagymarost én szakmai megítélésem szerint a politikai okok miatt iszonyatos mértékben elrontották annak idején, és ez egy olyan sok begyógyulatlan seb a mai napig, amelyről hallgattunk, nem beszélünk róla, pedig a Duna problematikus, tehát nem beszélünk róla, és miután nem beszélünk róla, mert félünk róla beszélni, azt hiszem, jogilag talán még nincs is lezárva, nemzetközileg, azt hiszem, ezért félünk minden olyan témától, amelyik a folyókkal összefügg. Pedig rendkívül mértékben szükség lenne ezzel foglalkozni. Az én megítélésem szerint a Bős-Nagymarosnál nem is annyira az erőmű lett volna a ország számára a legfontosabb, hanem fontos lett volna az a nagyon olcsó víziút, amely egész Európában működik. A Duna komoly víziótként nem használható jelenleg. Ökológiailag rendkívül fontos, hogy a víz adó rétegek kapjanak vizet a Dunából. A Dunának a medresügyed. A medresügyed a Duna medre, hát a Dunán Németországban van 5 darab erőmű, vízi erőmű, Ausztriában pedig van 11 darab vízi erőmű. Minden egyes vízi erőmű tolasztást jelent, minden egyes vízi erőmű fölfogja az alpokból érkező kavicsokat, és az meg hiányzik itt nálunk. Ha hiányzik, a víz meg koptatja az anyát, és megy lefele a Dunának a medre. Egyre mélyebb lesz. Tehát szükség lenne ökológiai okokból is tolasztásra. Hát a vízről ennyit, tehát röviden összefoglalva, a víz az jó, olcsó, a legjobb, tulajdonképpen ökológiailag is a legjobb, de Magyarországon úgy tűnik, hogy nem mer politika ez a témához hozzányúlni. Ez az én személyes véleményem. A következő tárolásról pedig azt lehet mondani, hát ezek ugye régóta ismert dolgok, már 30 évvel ezelőtt is téma volt, hogy hogyan lehet tárolni, levegőt ne nyomni a föld alá, valahol a Recs környékén egy ilyen bányába gondoltak ilyet elvégezni. Tehát ezek mind megvannak. A technológia sajnos drága, amellett, hogy bizonyos esetekben a zöld mozgalmak miatt nem is lehet megcsinálni. De azt lehet mondani, hogy ha figyeljük az eseményeket a szakmában,
akkor sajnos a médiában nem jelenik meg, de elképesztő intenzitással, elképesztő sok helyen és állami támogatásokkal és EU támogatásokkal vannak projektek, amelyek ezekkel foglalkoznak, a különböző tárolási módokkal. Magyarországon én úgy látom, hogy most a kormánynak már megkérdettek a programjaiban, amelyikben a műegyetem is benne van, ezekben a programokban komoly szerep jut a villamos mérnököket érintő témában, ugye az általam is elemzett rugalmassági kérdésekben, hogyan lehet majd a rossz hálózatban rugalmasságot megcsinálni, hogyan lehet erőlejelzéseket pontosabban megcsinálni, és komoly szerep jut a hidrogén tárolásnak, a vízbontásnak, hidrogénbe aztán lehet ugye metánt csinálni. Európai szinten is komoly pénzeket tesznek szabaddá a szezonális tárolásnak, a hidrogénnak, és Magyarországon is vannak már komoly projektek, amelyek már elkezdték ezt a témát vizsgálni. Hát azt tudom mondani, ugye említettem, nem szeretik sokan a szakmám, mert én azt mondom, hogy ez az időjárásfüggő technológiában ugye bizonyos érdekek elérték azt, hogy megszaladjon ezen erőeknek a telepítése, és úgy szaladjon meg, hogy a teljes infrastruktúrális hálózat erre még nem érett meg. Hirtelen ott találjuk magunkat, Észak-Németországban annyi áram van, hogy nem tudnak vele mit csinálni. Mert ugye a fogyasztók nem északon vannak, hanem délen vannak. Most megpróbálnak 3 egyenáron kábelt levinni 8-900 000 kilométeres távolságon Észak-Németországban, Dél-Németországban. Csak hát azon túl, hogy iszonyú sok pénzbe kerül, azon túl át kell vinni 100 000 telken, 100 000 engedélyt kell hozzá, és hát bizony, csomó ember nem engedi meg, és a törvény ugye jogot ad neki, hogy ne engedjék át, akkor el kell kerülni, hogy lehet hálózati csatlakozások. Tehát Németországban ezzel a témával német mérnökök ezrei foglalkoznak, ezen dolgoznak, kábeleket fektetnek, darabig sikerült, le vannak maradva, mások meg ugyanakkor jönnek ellenérvekkel, hogy kell-e ez, vagy így kell csinálni. A bajorok most megvannak ilyet, hogy Izár 1, Izár 2, ott nem erőnyet leállítják, akkor Bajorország, ahol ugye fejlett ipar van, akkor hogyan lesz neki villamos energiája, és ugye a kollega jól kérdezte, hogy nem lesz-e veszélyben. Igen, a német politikai pártok sem egységesek ebben, CDU-ban is vannak olyan platformok, amelyek hangot adnak ennek, komoly német egyetemi professzorokat állítanak maguk mögé, hogy támogassák őket abban. Tehát azt tudom mondani, hogy a kurszor, amit említettem, hogy a világ komplex, világban érdekharcok vannak, nincs fekete-fehér, hanem érdek van, és nekünk Magyarországon az a dolgunk, hogy a magyar érdekeket próbáljuk ilyen szempontból érvényesíteni. Nem egyszerű, mert ugye mi nem vagyunk Magyarország, nem egyszerű, de mindig vannak rések, és mindig tudunk ügyesek lenni. Ezt a szemléletet gondolom jó szemlélet. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük a kérdéseket a nézőktől. Sajnos többet nem tudunk beolvasni, mert a határidőn belül le kell zárnunk a közvetítési csatornát. Végül a Szakkollégium nevében szeretném megköszönni dr. Korényi Zoltánnak, a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék vezetőjének az előadást, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. További szép estét kívánok mindenkinek!